John Wick negyedik felvonás. Az 1-2-3 után igazából az a kérdés, hogy kit nem ölt meg még John Wick? Vagy mennyi az az ölésszám, ami a harmadik részig történt? És a negyedik rész után mi fog még történni? Ezt meg fogjuk tudni. Itt vagyunk a Cinema City-ben, IMAX Gála, köszönjük szépen a lehetőséget, és körbe kérdezgetünk itt a celebritásokat is. Ha jól megy minden, akkor utána is. És hát nézzük meg, hogy milyen lesz ez a John Wick 4. Tartsatok velünk! John Wick 1-2-3, láttad őket? Hogy ne láttam azt, sőt arra alszom el, nem viccelek. Imádom én is, de mit szeretsz bennük, mi az, amiért olyan csodálatos? Először is a rendezőt nagyon, nagyon különleges emberke, ugye ő egy kaszkadőr volt a rendezője a John Wicknek. Ne haragudj, a nevét azt ki nem tudom most írni. Se tudom. De annyit tudok, hogy, mert én azért figyelem a hollywoodi történéseket, és én nagyon elismerem ezt az emberkét, mert egy nagyon új dolgot hozott be, és egy majdnem 60 éves palival. Az igazság, hogy az első rész nekem ott van, ott az aduász, de viszont jó lett a sztori, tehát ez igazából már egy franchise-á vált, ez a John Wick. És nem tudjuk még hány rész lesz belőle, de reméljük minél több, nem? Én utána olvastam, és állítólag most ott tartanak, hogy ez az általában az utolsó, hogy ez lesz az utolsó rész, de hát ugye ez majd a bevételek és a közönség dönti el igazából. Ami számomra nagyon-nagyon megragadott, az az, hogy a főszereplő, ugye Keanu Reeves, ő tényleg maga műveli ezeket a bizonyos akciójeleneteket, és képes előtte akár egy évvel is felkészülni rá. Tehát számomra ez mindenképpen dicséretes, amikor egy színész ennyire elkötelezett a saját szakmája iránt. És nem csak ő, természetesen az összes többi színész is, aki az előző részekben volt. És ami számomra nagyon nagy Liebling, ugye ez az autó, ez a Ford Mustang, ami szintén az egyik nagy kedvenc. Elég erős. Igen, és minden részbe összetörik, így vagy úgy, vagy amúgy. És maga az egész világ, amit köréje építettek, ez is nagyon tetszetős. Ez a bérgyilkos világ, ez az Assassin World, igen. Így van. Tehát amit az egész sztori mögé tettek. Nem tudnám megmondani neked, hogy most a másodikat láttam, vagy most a harmadik? Nem, ez a negyedik. Ez a negyedik, jó, na, ennyire vagyok képbe. A másodikat vagy a harmadikat láttam, az biztos, hogy láttam, lehet, hogy mindkettőt láttam, ez fix. Ugyanígy mozi premieren, de tehát, ha az a kérdés, nem vagyok ilyen nagy John Wick rajongó, tehát így. Az akciófilmeket szeretem. Lehet, hogy ez egy kritika is, egyben kicsit összefolynak, nem neked? Egyébként amúgy igen, szóval, hogy mindig az van, hogy így mindig akciózik, meg minden, meg fasza a csávó, és hogy így ennyi. De nekem ez így elég, mert tudod, így eljövök a moziba, kikapcsolódok, kicsit így hesszelgetek a szép jeleneteken, azért mi ugye így a filmezés területen is dolgozunk, és nyilván ilyenkor, vagy hát nem csak most én bármilyen mozifilmet nézek, vagy bármilyen filmet, mindig nézem azért, hogy mi, hogy veszik föl, milyen technikával vehetik föl, nem tudom, szép képek vannak-e benne, hogy játszik a színész, stb. Tehát, hogy mindig egy picit ilyen szakmai szemmel próbálom megnézni, és igazándiból én nekem így az élménye fontos, nem is feltétlenül, hogy milyen filmet nézek. A harmadik részben nekem vannak ilyen jelenetek, én emlékszem, hogy ezt nagyon firtattuk Kundival, hogy a koreográfia, ami a verekedést illeti, az azért nem volt annyira toppon, mert sokszor azt éreztük, hogy így lehetett látni, amikor így kapja az ütéseket, hogy már előre felkészült rá. Az egyes viszont így történet szempontból így szerintem az volt a legjobb, és reméljük, hogy ez a negyedik rész ez is hozza majd ezt a vonalat, amit várunk tőle. Szerinted hány embert ölt meg John Wick az első három rész alatt? Hát bőven 100 fő, de akár 200 szerintem, nem tudom. Sokat. 250-et mondok. 248. Figyelj, körülbelül most a negyediket nem láttam még nyilván, ugye a három alatt szerintem ilyen 5-600 embert kinyírt az tuti. Szerintem 150-et. Szerintem 1800-at. Hát szerintem mondjuk valamilyen teljesen irreálisat, tehát akkor mondjuk ilyen 150. Hát szerintem ilyen 500 és 1000 között. Hát igen, ez elég rájösen 1000 környéken. 1000 körüli számot mondok. Sokat mondtál. Sokat mondtam. Te tudod, hogy hát? Én tudom. Pontosan tudod? Igen. Akkor, tehát akkor kevesebb? Várjál, akkor mondjuk megfelezni nem fogom. Mondjuk olyan 600. Még mindig sok. Sok. A fele. Konkrétan a fele? 299. Na de hogyha többször vették fel a jeleneteket? Az... Ha kétszer már felvették, akkor már igen. Sőt, akkor már háromszor kell. Sőt, rafkós. Mindezer. Nem az első, aki rafkós volt ebben a kérdésben. 299-et ölt meg az első három rész alatt. A negyedikben nem tudom mennyit, ez majd kiderül. Keanu Reeves filmek közül Matrix, John Wick, Házatónál, melyik a kedvenc? Nekem a Házatónál az egyik kedvencem, és a Breakpoint. A Breakpoint, nagyon jó. Patrick Swayze-vel, ugye? Zseniális. Matrix az egyik legnagyobb. Hát, ez furcsa, nem is a legnagyobb alkotásuk egyébként, viszont a legidőzáróbb szerintem. Tehát aki látta a Matrixot, az mindig emlékezni fog rá.
ebből ugye van jó pár, tehát ha már az előbb volt elő is szó, hogy mondjunk tőle négy filmet, akkor Matrix 1, 2, 3, 4. De nagyon sok jó filmben szerepelt még ezen kívül, de valahogy ezek lettek ikonikusak, nem tudom miért. A Sandra Bullockos filmek jutnak eszembe, amikor egy hajón is voltak, ugye? Az a, mi volt a címe? A Féktelenül. Féktelenül. Ugye volt egyszer egy kamionon, vagy buszon, és egyszer meg egy hajón. De én nekem tök mindegy, hogy Keanu Reeves miben játszik, mert bármiben játszik, akkor is megnézem. Tök mindegy, ha címét se tudom, csak azt, hogy ő játszik benne, én rám számíthatnak nézőként. Még akkor is, hogyha kevés szövege van a dialógusban. Akkor is, csak egy pillanatra tűnjön fel a vásznon. Én nekem ő mint pasi is bejön, és színészként abszolút egy legenda, úgyhogy ha egyet kacsint, nekem az is elég. Reméljük, akkor fog kacsintani most. Nagyon cuki, hogy így John Wick-ként tevékenykedik meg minden, de nekem örökre Neo marad a Matrixból, tényleg. Az volt az egyik első ilyen akciófilm, amit anyámék engedtek megnézni nekem, és olyan mély hatással volt rám, mind az ő karaktere, mind a filozófiai mélysége annak a filmnek, hogy én más szerepben már nem tudom így elképzelni és vizionálni a hős. Szóval nekem John Wick-ként is mindig Neo marad. Neo vagy John Wick? Melyik a jobb? Hát mind a... Nehéz, ugye? Az van, hogy a ki kell tartsak az első résznél a Neónál, de csak az első rész. Csak az első rész, az egy a Meodoász, úgyhogy annál azért kitartok. Én láttam a Matrixnak az új részét, meg az elsőt, és annyira azt tudom, így nem estem hasra, bocsánat. De másként a Reeves film. Az a sok van. Házatónál. A szerelmes például. Az de, nem is akármilyen, de most nem az, hogy a szerelmes, hanem tényleg egy olyan sztori van, hogy még egy kicsit mind-blowing is. Tényleg nem. Féktelenül, nem. Féktelenül. Az ugye amelyik Sandra Bullockkal van. De akkor se tetszett. Most nem tudok mit csinálni. Jó, tudom, megköveznek. 47 Ronin. Akkor inkább az. Akkor láttad. Közül, azt igen. Az összes közül, amit felsoroltatok, akkor inkább még a 47 Ronin. Szerintetek igazságos az, hogy ahogy ő vendettázik? Tehát, hogy az a kutyájával, ami történt, a kocsijával, ami történt, ez így belefér? Nem. Szerintem valami sokkal sötétebb lakozik benne, és valahogy így próbálja ezt így kiélni. Megölném úgy, hogy John Wick, ha látnám, hogy egy kutyát bántanak. Nem is csak az enyémet, de bármelyiket. Az egész bandát levadásznak. Képes lennék rá, igen. Hát menni azt a színba te is. Simán. Egy kutyáért bármikor. Egyébként igen, simán. Simán, ő simán. Nem viccelek, tényleg, tehát egy állatot bántanak, akkor onnantól kezdve engem elvesztettek. Azt az emberrel ugyanazt csinálnám. Én nagyon csúnyát. Én ugyanis rettenetes állatbarát vagyok, és a családomnak is barátja vagyok, és bárkinek, aki hozzánk közel áll. Tehát én egy kutyáért is képes lennék nagyon csúnya dolgokat művelni, hogyha neki valaki ártana. Az első rész az olyan volt, hogy majdnem kijöttem a moziból az első 30 percben. Nem tudtam elni, hogy valaki a kutyája kinyírása miatt emberek százait lemészárolt. Ez egy ilyen hülyeségnek tűnt. És akkor a másodikban lett értelme, harmadikban megint lett értelme. Szóval, hogy igazából egy ilyen... Ha azt vesszük, hogy jó irányba ment el, az biztos, hogy olyan sokat kerestek fel, és hogyha jól csinálják, akkor lesz még ötödik rész is valószínűleg, ha csak a végén nem lövik őt is le. Igen, mi pont ezt beszéltük, mielőtt elindultunk, hogy reméljük, hogy most már valami vége lesz ennek az egésznek, vagy meghal, vagy nem. Úgyhogy most már lyukadjunk ki a végére, és várjuk nagyon a végét, és nagyon izgulunk. 3 hours later. Hogy tetszett a film? Igazából nekem tetszett annak ellenére, hogy nem az akciófilmek a zsánereim leginkább. Viszont ezután szeretném megnézni az 1-2-3-at is, mert hogy ezt nem láttam. Nem volt-e ilyen akciófatigue? Tehát, hogy ennyi 3 óra ilyen töménye akció után? Hát azért fárasztó ez a nagy gyilkolászás. De ugyanakkor szórakoztató is. De ugyanakkor szórakoztató, és meg akarod nézni az 1-2-3-at ezután? Mindenféleképpen megnézem. Úgy vélem, hogy azt a mozit nézhettem meg, amelyik minden eddigi Guinness rekordot megdöntött, mármint a párbajban fegyver által, ütés által, vagy egyáltalán megölt és kivégzett emberek számát tekinti. Ez az egyik. A másik, jártam kint a Louvre-ban, és az első nap éppen most a lányommal erről beszélgettünk, az első napi látogatás után azt éreztem, hogy elérte a tetőpontot az ott lévő műalkotások befogadhatósága számomra. Most itt ugyanezt éreztem, hogy egy idő után már lehetett győzni, vagy éppen vereséget szenvedni egy-egy harcban, de már a befogadó képességemen túllépett ez a határ. Egyébként látványban káprázatos mozi, zenében bődületesen jó mozi, tehát abszolút kiragad a mindennapokból, erre mindenképpen jó.
nekem egy kicsit már túl sok ember halt meg ahhoz, hogy el tudjak szörnyülködni. Tehát nekem az volt a szörnyű, hogy a halálesetek mellett, a kivégzések, meggyilkolások, ledöfések, lelövések és egyáltalán mellett már így mentem el, hogy ja igen, még egy. El tudom képzelni, hogy nyilván sokaknak ez tetszik, azonban kis szépség királynői mi voltamhoz, ez egy picit véres volt. És akár sok is? Tehát, hogy mennyire bírta lesz az akció 3 óra tömény mennyiségben? Igazából azoknál a jeleneteknél fordultam el, ahol esetleg egy kutyának baja lehetett volna. Az összes többit azt végignéztem becsületesen. Tehát fenntartotta a figyelmedet? Inkább próbáltam arra felnézni. Jó, és akkor ezek után most John Wick 1-2-3 maraton még otthon, nem? Nem. Erős nem? Én azt mondanám, hogy szerintem aki szerette az előző 3-at, az a 4-et imádni fogja. Tehát döbbenetes vizualitás szempontjából, abból a szempontból, hogy kaszkadőr munka, elképesztő jelenetek vannak benne. Néha azért a fizika törvényeit meghazudtoló jelenetek, de ezt annak idején a Cobra 11-ben megszoktam már, hogy kiszállunk az autóból, miután az 16-szor felborult, és semmi egy karcolás nélkül jövünk ki az autóból. Kőkemény munka lehetett ebben a külföldi kollégáknak. Egyre jobb és jobb. Tehát nekem az első rész az egy ilyen elképesztő katarzis élmény volt, nekem tökre ilyen új dolgot hozott, és szerintem folyamatosan emelték a tétet, és hát ez eléggé a csúcspont. Az ember nézzen ki elegánsan, amikor esküszik, vagy temetik. Szükségem lesz fegyverre. Én még mindig nem bírom felfogni, hogy amit láttunk a mai nap ezen a filmen, az milyen csoda volt és gyönyörűség. Ez a 3 óra, ez eszméletlen akció volt. Tehát, hogy tényleg itt, ahogy mondták korábban, Guinness rekordok dőltek meg szerintem. Nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, és köszönjük a Cinema City-nek még egyszer a lehetőséget. Ne felejtsetek el feliratkozni, írjatok kommentet, lájkoljatok, írjátok meg, hogy milyen élmény volt nektek ez a John Wick, és maradjatok hétköznapig. Puszi! ...299 ember. Megnéztük. Te mit gondolsz? Most hol tart John Wick?